Kezdjük meg a mai előadást. Az volt a cím ennek a kis rövid három részes sorozatnak, hogy miért rendkívüli könyv a Biblia. És mielőtt a mai témánkhoz fognánk, szeretnék erre a kérdésre egy kicsit visszatérni, hogy miért fontos, hogy személyes meggyőződéssel választ találjunk erre a kérdésre, valóban rendkívüli könyv a Biblia? Miért olyan fontos ez a kérdés? Ugye az egyértelmű tény, hogy Istent senki nem látta. Isten létezéséről senki nem győződhet meg úgy, hogy látta. Magában a Bibliában is olvasunk ilyen mondatokat, hogy Istent soha senki nem látta. Másik helyen azt mondja, hogy Isten számunkra hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Akkor tehát egyáltalán valami bizonyosat a létezéséről, de nem csak a létezéséről, hanem a kilétéről, hogy kicsoda ő, vagy hogy mit gondol rólunk emberekről, vagy milyen tervei vannak velünk. Azt hiszem, ez nagyon logikus és nagyon egyértelmű, hogy erről csak akkor tudhatunk valamit, hogyha már nem láthatjuk, de a beszédét megismerhetjük. Ugye nekem ez a hivatásom, hogy lelkész vagyok, és teológiai főiskolán tanítok, de őszintén mondom, hogy ha én nem lennék meggyőződve arról, hogy a Biblia Isten beszéde, én nem csak ezt a hivatást hagynám el, de az egész vallásosságot is. Mert akkor azt mondanám, hogy ez csak egy emberi elképzelés, ez csak egy emberi találgatás, hogy Isten van, vagy hogy egyáltalán kicsoda ő, vagy mi köze van hozzánk emberekhez. Valóságot erről megtudni, vagy bizonyosságot szerezni Isten létezéséről, kilétéről, felőlünk való gondolatairól csak akkor lehet, hogyha a Biblia tényleg rendkívüli könyv, abban az értelemben, hogy valóban Isten beszéde. Fölidézném azt egyébként azt hiszem sokak által nagyon ismert igét, amit Jézus mondott földi életében. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, amely az ő szájából származik. Hogy nézzük meg, milyen konkrét ez a kifejezés. Jézus azt állította, hogy olyan igék hozzáférhetőek számunkra, emberek számára, amelyek az Isten szájából származnak. Ugye ennél konkrétabb nem is lehetett volna. És valaki szorgalmas, akkor csak számolja össze, hogy mondjuk csak az Új Szövetségben hányszor szerepel ez a szó, hogy Isten beszéde. Hogy az Isten beszédéről, mint egy konkrét, elérhető valóságról beszél. És azt mondhatom, hogy ez a kulcskérdése annak, hogy egyáltalán mi nekünk van-e értelme az Isten kérdéssel foglalkozni, hogy a Biblia ténylegesen Isten beszéde, ténylegesen rendkívüli könyve abban az értelemben, hogy emberi nyelven szól ugyan, és emberek által közvetítette Isten az üzenetét, hogy megérthessük, de ez tényleg az ő direkt szándékos üzenete és beszéde hozzánk emberekhez. Ez a kulcskérdés. Ha ez eldőlt, ha ebben egyértelmű meggyőződésre jutottunk, a többi sokkal világosabb és sokkal egyértelműbben összeáll. Nos, tehát három kérdés oldaláról közelítettük meg ezt, hogy tényleg rendkívüli könyve a Biblia, tényleg Isten beszédének tekinthető-e. Az első előadás az arról szólt, hogy hogyan alakult ki a Biblia iratgyűjteménye, és hogyan maradt fenn sértetlenül a szövege. Ugye ezt most már állításként mondhatjuk, hogy sértetlenül maradt fenn a szövege, noha ebben mindenki kételkedett a 19. század végén, meg a 20. század közepe előtt talált nagy kézirat leletek előtt. Tehát ez az egyik, amiben rendkívüli a Biblia története. Nem tudunk példát arra a történelemben, hogy 66 különböző irat, számos különböző szerzőnek az írása, mondhatnám így emberi kéz érintése nélkül összenő egy könyvé, amely logikus, amely következetes, amely tartalmilag teljes, amelynek a vonalvezetése világos, és hogy nem tud felfedezni az ember egy ellentmondást a benne foglalt eszmék között, ténylegeset egyetlen egyet sem, ezt merőben állíthatom. Ezt sokszor emlegettem, hogy hát gyakorlatilag 18 éves koromban jutottam ilyen meggyőződésre a Biblia felől, és aztán attól kezdve, ugye, hogy teológiára mentem már akkor is, meg utána is,
mindig nagyon sok ifjúsági bibliakört vezettem, meg aztán felnőttek között is, és rengeteg kérdéssel bombáztak, főleg az előző rendszerben, ugye rengeteg ilyen könyvet adtak ki, hogy ellentmondások a Bibliában. De aztán sajnos azt kell mondanom, hogy a keresztény teológián belül is bőven vannak olyan irányzatok, így olvastam éppen most, egy teológus azt mondta, hogy sokan inkább a Biblia kritika előtt húzzák le a sarójukat, semmint az Isten igéje előtt, vagyis az előtt meghódolnak, de a Biblia előtt kevésbé, a pedig abbannak egyértelműek a bizonyságai. Tehát mindenütt találkoztam rengeteg ilyen felvetéssel, hogy ellentmondás a Bibliában, itt ellentmondás a Bibliában, ott mindig utána jártam. Volt különösen fiatal koromban, sokszor mondtam azt, hogy hát én se tudom, utána nézek, de ha jutok valami értelmes eredményre, akkor visszatérünk rá. És mindig az volt az eredmény, hogy nincs tényleges ellentmondás a Bibliában, betű szerint egyetlen egy sem. Tehát ilyen, hogy 66 írat így összeáll egy könyvé, és ezekben nem tud az ember ellentmondást találni, 1500 év folyamán így alakul ki egy könyv, mint egy magától. És aztán a másik csoda, hogy kezdettől fogva annyit másolták, hogy tulajdonképpen minden más ókori irodalomhoz képest hatalmas gazdag a kéziratlelet, és ezeknek az összehasonlítása, a sok-sok fönnmaradt kéziraté egyértelművé teszi az eredményt, hogy bizony ez a szöveg sértetlenül maradt fönn. Úgy, ahogy Jézus mondta, hogy az ég és a föld előbb elmúlik, mint hogy egy jóta vagy egy pontoska ebben a szövegben megváltozzék. Aztán a második előadáson onnét közelítettük meg ezt a kérdést, hogy történelem formáló igék. Ugye ez volt a címe. És itt utaltunk arra, Pascalnak arra a nevezetes kijelentésére, hogy van egyedül csak a kereszténységben egy egyedülálló jelenség, közelebbről a Bibliában, amely egyetlen más világvallásban nem található hasonló sem hozzá. Tudnélik azt, hogy beteljesedett történelmi jövendőlések. Ugye, és itt egy konkrét példát néztünk meg alaposan, hogy évszázadokkal előbb, vagy legalább közel 100 évi idővel előbb milyen kijelentések hangzottak el, ami kétségtelen, hogy leírattak, és hogy a legkisebb részletekig pontosan így teljesedett be. Az alapigénk Jeremiás könyve első fejezetének a 12. verse volt, ahol Isten ezt a kijelentést teszi, gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ugye beszéltünk arról, hogy Isten nem kormányozza kézi vezérléssel a történelmet, erről szó nincs. Itt az emberi szabad akaratok érvényesülhetnek, és Jézus egész más valakit nevezett a világ fejedelmének, de az Isten mégis ellenőrzése alatt tartja a történelmet, és amikor ő meglátogatást tesz, ahogy a Biblia fogalmaz, akkor ő neki gondja van az ügyére, hogy beteljesítse azt, és amit kijelent, amit megígér, a 100%-os bizonyossággal teljesedik. És a mai előadásunknak a témája pedig az lesz, hogy a Biblia igéi életformáló igék is. Mit értünk ezen, hogy életformáló igék? Itt ugye már nem a történelmre gondolunk, hanem az egyéni, személyes emberi életekre. Volt egy erdélyi protestáns fejedelem, akitől a következő mondás származik, így hangzik: 3 dolog van csak az Isten hatalmában. A semmiből teremteni, a jövendőt megmondani, és a lelkiismeretet meggyőzni. Érdekes mondás, ugye? A semmiből teremteni, a jövendőt megmondani, és a lelkiismeretet meggyőzni. De mondhatnám, hogy ezt a mondást úgy is értelmezhetjük, hogy ebből 2 összevonunk. Hogy az életformáló igék emögött az áll, hogy az Isten meg tudja győzni a lelkiismeretet, az értelmet és az erkölcsítélő képességet, hogy az ő igéje igazság. És ha ennek a meggyőződésnek a nyomán az ember utat enged az Isten munkájának az életében, akkor cselekedeteket, jellemet, először gondolkodásmódot, majd cselekedeteket és jellemet formáló erővé tudnak válni a Biblia igéi. Ugye, hogyha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor joggal elvárjuk, hogy legyenek isteni tulajdonságai. Mondjam, hogy rajta legyen az isteninek a kézjegye. És ezek közül az egyik, amit kereshetünk a Bibliában,
hogy ha valóban Isten beszéde, maga a Biblia is azt mondja, hogy az Isten beszédének teremtő ereje van. Az Isten beszéde, az Isten szava hatalom. A természet világában, a fizikai világban teremtő hatalom az Isten szava, az Isten beszéde. Nem tudom, hogy mondjam ezt valami modern kifejezéssel, hogy az Isten beszéde olyan, mint valami kód, vagy nem tudom mi, de a Biblia azt mondja, abban a pillanatban, hogy az Isten szava elhangzik, az ő parancs szavára engednek a természet erői. Minden ehhez van igazítva. Sokszor fölidézem szemléltetésül az Új Szövetségből azt a történetet, amikor egy római százados Jézushoz folyamodott, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. És nem, annyira méltatlannak érezte magát, hogy csak követséget küldött Jézushoz. De amikor meghallotta, hogy Jézus elfogadta a kérést és indul a házához, akkor szinte megijedt ettől, elé ment Jézusnak, és azt mondta, hogy Uram, én nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj, és nincs is szükség arra, meggyőződésem, nem kell, hogy te oda gyere, és ott valamit tegyél, vagy valamit ott a helyszínen mondjál, de ahol állsz, ahol vagy, csak egy szót szólj, és tudom, hogy meggyógyul az én szolgám. És az a legérdekesebb, hogy ezután hozzáfűzött egy hasonlatot, amiről Jézus nagyon elismerően szólt. Mert azt mondta, hogy Uram, én is hatalom alá vetett ember vagyok. Ezen azt értette, hogy én hadseregben szolgáló ember vagyok, a hadseregben pedig tudjuk mi azt, hogy hatalom. Mert ha én azt mondom a szolgámnak, hogy menj el, azonnal elmegy. Ha azt mondom, tedd ezt, azonnal megteszi. És mikor ezt mondta, akkor Jézus hátrafordult a sokasághoz, és azt mondta, hogy én ilyen hitet Izraelben sem találtam. Vagyis ezzel elismerte ennek, hogy ez az ember milyen hasonlattal fejezte ki a hitét. Mert azt mondta, hogy Uram, a hadseregben tudjuk mi azt, hogy parancsszó. Eleve úgy van minden beállítva, úgy van a rendje kialakítva, hogyha egy parancsszó elhangzik, a következő percben végbe is megy. Hát ha te Isten vagy, ha te Isten fia vagy, akkor a te parancsszavadhoz úgy van minden hozzáigazítva, és mondom, halvány, gyenge hasonlattal, hogy a szavad olyan, mint egy kód, hogy valami modern kifejezést használjak, ha te a szavad elhangzik, az már végbe is megy. Na de ha az Istennek a fizikai világban ilyen teremtő hatalma van, hogy szól is, meg lesz, parancsol is, előáll, akkor vajon az emberek lelki világában is van-e ilyen teremtő hatalma? Ugye itt hozzá kell tennünk, annyival komplikáltabb a dolog, hogy a Biblia hangsúlyozza, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És nagyon igaz az a mondás, ez egy tömör mondat, de nagyon találó, hogy amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tehet Isten nélkül, és igazán jót, vagy egyáltalán a fizikai életünk nem maradhat fönn Isten nélkül, tehát amennyire igaz, hogy az ember semmit sem tehet Isten nélkül, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Tehát itt annyival komplikáltabb a dolog, hogy nem így van, hogy az Isten az emberek lelki világában csak úgy rendezkednék, hogy ő szól, és akkor végbe is megy, hanem az Isten szava csak akkor működik teremtő hatalommal az ember lelki világában, az ember életében, ha az ember szabad választással befogadja, és tudatos választással enged neki. De vajon akkor létezik-e ilyen teremtő hatalma, ilyen jellemet, életeket átformáló hatalma az Isten beszédének? Hát én legelőször szeretnék olyan igéket idézni a Szentírásból, amelyek erről nagyon egyértelműen szólnak. Figyeljük meg ezeket sorban. Aztán gyakorlati példákat fogok mutatni, régieket és maiakat, és illusztrálni idézetekkel, hogy valóban életformáló, jellemformáló ereje tud kibontakozni az írásnak. Isteni teremtő hatalmat nyilvánít, mikor egy ember életében dolgozni kezd. Az első ige, amit olvasnék, Ézsaiás könyve 55. fejezetéből való. Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetéből, így olvasom a 8. verstől a 11. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. És most figyeljünk különösen, mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy,
nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Figyeljük meg itt is, hogy beszél Isten beszédéről. Az én beszédem, amely számból kimegy. Tehát ide a földre eljut olyan beszéd, amely emberi nyelven is valósággal az Isten beszéde. És azt mondja, ez a beszéd épp úgy, mint az eső meg a hó, ami elvégzi a maga munkáját, hogy kenyeret adjon a magvető, az éhezőnek és magot a magvetőnek. Azt mondja, ugyanúgy az ő beszéde nem tér vissza üresen, hanem elvégzi a maga munkáját. Tehát az Isten beszédének az emberek lelki világában, az emberek jellemében is életformáló, teremtő hatalma van. Aztán Jézusnak az egyik rövid, de nagyon jelentőségteljes igéjét idézném, János Evangélium a 6. fejezet 63. verse. Ezt mondja Jézus, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Hatalmas mondat, nem? A beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Néha az jut eszembe, hogy olyan jelentőség teljes szavak ezek, hogy azt mondanánk, ha ilyet lehetne receptre felírni, feliratnánk magunknak, ugye, hogy lélek és élet, ha ilyen megy át az emberbe. És akkor itt van ez a könyv, mindenkinek hozzáférhető, és mégis nem élünk ezekkel a beszédekkel, és nem tudja kifejteni ezt a hatását, pedig ki tudná fejteni ezt a hatását, hogy lélek és élet. De ahogy mondtam, itt nem olyan egyszerű a dolog, hogy az Isten szól és meg lesz, mert itt az embernek a választása, az embernek az együttműködése, a készsége kérdés. Aztán megint egy másik igét idézek az Új Szövetségből, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versét, amely így szól, Istennek beszéde, látjuk itt is a kifejezés, Isten beszéde. Élő és ható, micsoda kifejezés, élő és ható beszéd. Élesebb a kétélű fegyvernél. Elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Fantasztikus ige, úgy önmagában is, nem? Az Istennek élő, beszéde élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél, de hova tud elhatni, nem a húsba vág bele, nem fizikailag, hanem elhat azt mondja, hogy az ízeknek, velőknek megoszlásáig, ez azt akarja mondani, hogy valahol, ott a zsigereinkben, valahol a természetünknek a legérzékenyebb pontjaig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát az isteni igazság mércéje szerint tükröt állít nekünk, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És még egy utolsó igét is idézek, ez Péter első levele első fejezetének a 23. verse, amely így hangzik, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Nem tudunk a mag csodája fölött napirendre térni. Nem tudom, mások is szoktak ezen töprengeni hamarosan, itt a tavasz. Ugye, és hogy lehet az, hogy micsoda élet van egy magocskában, amely nyugodtan hever 1 évig, 2 évig, de miféle élet van abban, hogy amikor a földbe kerül és nedvességet kap, néha az ember úgy elképed rajta, hogy tud az a kis hajtás utat törni magának a felszínre, mitől indul meg egyszerre abban az élet, és vagy pedig amikor vannak ilyen csonthéjú, ugye, maguk, például avokádó mag, valaki próbált avokádó magot kihajtatni otthon, ugye, nem tudom, eltelik, vagy 2 vagy 3 hónap mindig nedves vattába kell csomagolni, és egyszer csak az a kőkemény mag meghasad, és hajt, jön ki belőle a hajtás. Szóval ezzel, ehhez hasonlítja, azt mondja, hogy újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, mert él és megmarad örökké. Ezzel azt akarja mondani, hogy az Isten beszéde az olyan, hogy belekerül az emlékezet csarnokába, hallja az ember, elraktározódik, és lehet, hogy egy darabig észrevétlenül ott van valakinek az emlékezetében, a gondolataiban, mint a mag is heverhet a földben. Egyszer csak élet kezd belőle kibontakozni, kezdi befolyásolni az ember gondolkodását, attól függ, mennyire enged neki. Aztán megváltoztatja a cselekedeteit, megváltoztatja a jellemét. Ugye a Jóisten a természetben se harsányon dolgozik, hanem ilyen nagyon finoman, nagyon szépen,
Van egy Ézsaiás könyvében, én azt az igét is nagyon kedvelem, az így szól, hogy amiképpen a kert kisarjasztja a veteményeit, aképpen sarjasztja ki az Isten az igazságot minden nép előtt. Hát micsoda csoda az, amikor a kert kisarjasztja a veteményeit, vagy egyáltalán tavasztal a zöldelés. És szoktam mondani, hogy van olyan, amikor azt mondjuk, hogy berobban a tavasz. Ez azt jelenti, hogy ha az ember nem megy ki egy pár napig, pont abban a kritikus időben, egyszerűen nem ismer rá a tájra. Hirtelen ugye belobban az egész. És azt mondja, így van valahogy az Isten beszéde is, hogy lassan élethal fakadhat belőle, és egyszer csak forradalmi átalakulásokat vihet végbe az embernek az életében, cselekedeteiben, a jellemében. És ezek után szeretnék felolvasni először is néhány vallomást, nagyon rövid vallomásokat olyan szerzőkről, akik meggyőződtek arról, hogy a Biblia Isten beszéde. Az első, akitől idézni szeretnék, egy Edwards nevű Jonathan Edwards, aki egy híres nagy amerikai ébredési mozgalomnak volt a vezér alakja, és tőle olvasok néhány sort. Milyen drága kincset bízott ránk az Isten azzal, hogy a Bibliát adta nekünk. A legtöbb ember fel sem fogja, mi gyönyörűségekben van része azáltal, hogy övéje szent könyv. Milyen kiváló könyv ez, és mennyire meghaladja az emberi írásokat. Akinek van Bibliája, és nem kutatja annak tartalmát, olyan, mint az, aki tudta nélkül kincses dobozt tartogat. Emiatt az utolsó hasonlat miatt olvastam főleg ezt az idézetet. Azt mondja, akinek van Bibliája, és nem kutatja annak tartalmát, olyan, mint az, aki tudta nélkül kincses doboz tartogat. Mondjuk hagyja porosodni a kincses ládát a polcon, és nem használja annak a tartalmát. Egy másik idézet, meglepő lesz, hogy kitől olvasom, az utolsó magyar nádorné Mária Dorottya hercegnő, aki ugye német származású volt, de már Németországban ő pietista mozgalmakkal került kapcsolatba, több nyelven beszélt, a Bibliát is eredeti nyelveken olvasta, igencsak tudós asszony volt, és mikor ide került Budára, és József Nádor felesége lett, akkor egész Pest-Budán bibliakörök létesültek a támogatása nyomán. Nagyon érdekes feljegyzés a róla szóló könyvben, Mária Dorottya az utolsó magyar nádorné élete képekben, hogy annyira komolyan vette a szentírást, hogy például otthon állandó családi olvasások voltak, és itt feljegyzi a könyv, hogy a férje József Nádor, aki ugyan ugye római katolikus volt, mint az összes Habsburg, és ugye akkor még katolikus egyháza nem volt, hogy Bibliát olvassuk, mégis ezeknek a családi Biblia olvasásoknak a nyomán azt a megjegyzést tette otthon, hogy most már látom, hogy a Bibliát tényleg a nép kezébe kell adni. Ez óriási dolog volt, ugye egy Habsburg részéről, és ez a feleség családi Biblia olvasásainak a következménye volt. Az van róla följegyezve, hogy még a vendégfogadó tányérjaira is bibliai igéket festetett. A vendégei is halljanak egy-egy bibliai igét. És ez volt az egyik neves mondása, ami a gyászszertartáson itt temették el Pesten, illetve Budán hangzott el. Sok könyvet olvastam, sok bölcselőnél kerestem az igazságot. Míg végre megtudtam, hogy a Szentírás az, amelyben az örök élet beszédei vannak, és azóta nyugodott meg a lelkem Istenben. Olyan szép ez a mondat, hogy még egyszer elolvasom. Sok könyvet olvastam, sok bölcselőnél kerestem az igazságot. Míg végre megtudtam, hogy a Szentírás az, amelyben az örök élet beszédei vannak, és azóta nyugodott meg a lelkem Istenben. A harmadik, ez is lehet, hogy meglepő lesz, Móricz Zsigmond. Móricz Zsigmondtól hadd idézek pár sort. Ezt írja, ezek a csodálatos könyvek, amelyek előtt mindig megdöbbenve állok meg. Halászok és vámszedők olyan igéket tudnak lejegyezni annak a beszédéből,
és olyan sugárzó és örök életet tudtak hozzánk eljuttatni, hogy ez csak azt teszi hihetővé, hogy történelmi adalékokat jegyeztek fel, hogy valóságos életnek a hírei ezek. Van egy kis Bibliám, amit 40 éve olvasok. Abban aláhúztam Krisztus szavait. Bármennyit elmélkedek is felettük, igaznak, hitelesnek és valóságosaknak kell tekintenem őket. Ugye azt mondta, bármennyit is elmélkedek felettük 40 évi olvasás után, igaznak, hitelesnek és valóságosaknak kell tekintenem őket. És ezután szeretnék konkrét példákat hozni. Hogyan tud átformálni egy életet a Biblia? Elsőként Luther Márton életrajzi írásából szeretnék néhány sort idézni, és ez azért is érdekes, mert itt azt láthatjuk, hogy hogy kapcsolódnak össze a történelem formáló és az élet formáló igék. Mert egy embernek az életében elkezdett dolgozni az Isten beszéde, és utána ennek a nyomán országgyűlések vitatták a vallási kérdéseket, emberek pro és kontra állást foglaltak, és ahol aztán elfogadták ezt a reformált hitet, ott hirtelen fellendült a bibliafordítás munkája, fellendült a nyomtatás, és létesültek iskolák, a közoktatás, hogy emberek olvasni tudják a Bibliát. Nem kell mondanom, hogy ez valóban történelemformáló erővé is lett, ahogy egy emberben elindult az Isten igéje. Na hát ezt írja, ebből a könyvből idézek dr. Luther Márton önmagáról. Ő maga ugyan nem írt önéletrajzot, de ez a könyvnek a szerzője, ez a Virág Jenő életrajzi írásaiból állította össze. Egy nagyon jó kis olvasmány, mindenkinek tudom ajánlani. És ebben ezt írja. Már egy szerzetes korában, fiatal szerzetes korában, erre utal itt, azt mondja, eleinte valahányszor olvastam és énekeltem ezt a Zsoltár igét, igazságoddal szabadíts meg engem, mindannyiszor megrémültem. Mert én csak azt tudtam, hogy Isten igazsága az ő szigorú ítéletét jelenti. És most éppen ő szabadítson meg engem a saját szigorú ítéletétől. Tehát ő ezért nem értem, mi az, hogy igazságoddal szabadíts meg engem. Mert ő úgy értette, hogy az igazságod az egy agyon sújtó Isten ítélet, ugye, az embernek a bűnei törvényszegései miatt. És azt mondja, akkor mi az, hogy igazságoddal szabadíts meg engem? Azt mondja, így örökre elkárhoztam volna. Isten igazsága, ez az ige régebben úgy hatott a szívemre, mint valami mennydörgés. Aztán úgy folytatja, ugyanis bármennyire kifogástalan volt is mindenkor szerzetesi életem, Isten előtt bűnösnek éreztem magam, lelkismertem állandóan háborgott, és semmiképpen sem tudtam abban bizakodni, hogy Istent az én elégtételeim kiengesztelik. Ez mindaddig tartott, míg végül hosszú napokon és éjszakákon át tépelődvén az igék belső összefüggésére irányítottam a figyelmemet. Valami egészen különös égő vágyakozás fogott el, hogy Pál apostol római levelét megértsem. Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna, mintha tárt kapukon át magába az édenkertbe léptem volna be. Erre előttem az egész Szentírás más értelmet nyert. Ezután emlékezetből átfutottam az egész Szentírást, és egyéb kifejezésekből is összegyűjtöttem az idevágó igéket. Ő is észrevette a harmóniát, ugye? Azt mondja, amennyire előzőleg az Isten igazsága kifejezést gyűlöltem, annyira nagy lett most az a szeretet, amelyel ezt az én legkedvesebb igémet magasztaltam. Így Pál apostolnak ez a mondása számomra valóban az édenkert kapujává lett. És most a múltból szeretnék átjönni a jelenbe. Bő két évvel ezelőtt volt, 2005-ben vagy 2006-ban, hogy meghívást kaptam egy teljesen számomra teljesen ismeretlen valakitől, egy népművelőtől, Akasztóközségbe. Írt egy levelet, és azt írta, hogy egy konferenciára szeretne meghívni, ahol hát oda néprajz kutatókat hívott meg, a debreceni, meg a pesti egyetemről, és hogy
mert egy egyedül álló néprajzi lelet van az ő községükben. Ő még ismerte ezt az asszonyt, aki már azóta meghalt, Mésztáros Istvánné Újvárosi Erzsébet, aki 86 esztendős korában írt egy könyvet, és ebben a könyvben azt foglalta össze, amit ő 20-25 évi Biblia olvasás alatt a Szentírásból megértett. Hát először, mikor megkaptam ezt a meghívást, hát ugye az embernek ezer dolga van, de küldött hozzá kéziratot, és mikor én a kéziratba beleolvastam, rögtön eldöntöttem, hogy elmegyek. Mert teljesen megdöbbentett, hogy mi volt ebben a kéziratban. Egy egyszerű falusi asszonyt képzeljünk el, 7 gyermeke volt, 7 ma élő lánya, ott voltak a konferencián, mind a 7 lánya, aki él, és ő maga 92 éves korában halt meg, küzdelmes szegénységgel, betegséggel küzdő élet, elég fiatalon, aztán özvegy is maradt, és római katolikus volt. De volt egy megtérési tapasztalata, és ezután ő elkezdte olvasni a Bibliát. Tehát nem fiatal korától foglalkozott a Bibliában, hanem, ugye, ahogy mondtam, 86 éves korában írta a könyvet, és előtte egy olyan 20-25 éven át olvasta rendszeresen az írást. És most nem én akarok tovább beszélni, hanem szeretnék ebből a könyvből egy pár sort idézni. Ugye önmagában fölkelti az ember érdeklődését, hogy egy egyszerű, képzetlen vidéki asszonynak hogy támad olyan ötlete, hogy 86 éves korában könyvet ír, és vajon mit ír, és hogyan ír? Hát először is szeretném olvasni, hogy hogyan ír arról, hogy megtérése után hogy kezdett Bibliát olvasni. Ezt már magában a könyvben írja, aztán majd olvasom, hogy a könyv írásnak a szándékáról mit ír. Azt írja, hogy nagyon sok nyugtalan éjszakám volt, már akkor, amikor úgy érezte, hogy Isten magához vonza. Szóval nappal nem értem rá gondolkodni, de amikor eljött az éjjel, aggodalom töltötte be lelkiismeretemet. Hálát adok a Jóistennek, hogy megszólított az ő szent kegyelme által, és lemondtam bűneimről. Nem szégyeltem átmenni azokhoz az emberekhez, egyes asszonyokhoz, akik megbántottak, és persze, hogy én is megmondtam a véleményem. Úgy gondoltam, az alázatosokat a Jóisten szereti, és ha valaki megalázkodik a másik előtt, az lesz a győztes, mert a gőgös és gazdag sohasem meghajtja meg fejét a szegény előtt. És nekem nagy szükségem volt a megbékélésre. Az elhatározásom nagy volt. Nem akartam sötétségben járni, nem akartam bűnben maradni. A fele barátommal kibékültem, de Istennel is ki kellett, hiszen ő szólított meg, ő figyelmeztetett. Elhatároztam, veszek egy Bibliát, vettem is egy kis új szövetséget, hogy tudjak tájékozódni. És amikor a Bibliát megvettem, sok mindenre rájöttem, amiről halvány fogalmam sem volt, és kezdtem gyarapodni lélekben és az igazság ismeretében. Így haladtam előre, mindig többet akartam, és több kegyelemben is részesítette a Jóisten. Teljesen egyedül, magányosan így olvasgatta a Bibliáját. Hozzáteszem, hogy a lányai elmondták, hogy a családjuk, ugye, hát 92 évet élt meg a néni, itt már dédunokák is vannak, ugye, és 7 gyerek után szépen szaporodott a család, körülbelül 70 tagúra, és azt mondta, hogy a mama kivétel nélkül mindegyiknek vett egy Bibliát, és mindegyikbe bele is írt. Még halála előtt a családja minden tagját, apraját, nagyját ellátta egy-egy Bibliával. Neki volt egy egész sereg Bibliája, és ő ezeket jegyzetelte és olvasta szünet nélkül éveken át. Na és akkor most szeretném elolvasni azt is, hogy hogyan ír arról, hogy mi késztette őt a könyvnek a megírására. Ezt írja. Nagy hálával tartozom a Jóistennek, megváltó Jézusomnak és a Szentlélek Istennek, hogy amit kértem tőle, kegyelmet megadta nekem. Kértem a mennyei atyát azért, hogy adjon kegyelmet a könyv megírásához, hogy igazságot és valóságot írjak. Én azért hozzáfogtam, mert valami arra késztetett, hogy írjak, valami belső sugallat, ami átvilágította belső lelkületemet, és örömmel ültem le minden este, abban az elcsendesedett kis szobámban, ahol senki sem zavart.
májustól novemberig tartott a könyvemet megírni. Megjegyzem, 168 lapot írt tele, volt egy ilyen nagy méretű füzete, minden nap egy oldalt írt tele. 168 lap készült el. És ezt írja. Én egy szegény és szerény asszony vagyok, csak azért írok, hogy elfoglaljam magamat időskoromban. 86 évesen írok, most ráérek, dolgozni már nem tudok. Ha ezzel a könyvemmel, írásommal örömet tudok másoknak szerezni, vagy megújulást, megváltozást, újjászületést, megfordulást, akkor azt felajánlom Isten dicsőségére. És szeretnék most azt idézni, hogy ő hogyan ír arról, hogy mennyire értékeli a Bibliát. Ezt írja. Ez a csodálatos könyv, amiről most fogok írni, ez a Biblia, amit sajnos sokan nem ismernek. Ezt a könyvet körülbelül én már 20 vagy 25 éve lapozgatom, és ma azt mondhatom, hogy mindennapi eledelem és mindennapi hűsítő forrásvizem és éltető italom. Örülök és hálát adok a mennyei jó atyámnak, hogy megismertette velem ezt a csodálatos kincset. Minden hívő, nem hívő, kishitű vagy nagyhitű, tudatlan vagy tudatos, világos vagy sötét gondolkozású embernek örömmel és szeretettel ajánlom. Ennek a könyvnek minden család asztalán tündökölni kellene, és olvasni reggelente, meg amikor csak időnk van rá. Nagyon megéri, ha valaki olvassa és megérti Jézus beszédeit, törvényeit, kijelentéseit, amit a könyvek könyve tartalmaz, amelyben Isten szava rejtezik. Ne hagyjuk, hogy a por lepje a könyvek között a polcon. Ha a testünknek megadjuk a mindennapi táplálékot, úgy a lelkünknek is adjuk meg. A Szentírás Istentől ihletett könyv, Isten szájából ered forrásvíz. Ígyük ezt a forrásvizet, amely Isten szájából, Isten trónjától ered, hogy örök életünk legyen. Megkérdezem a néninek, még a stílusa is kifejlődött? Vagy e? Igencsak. Igencsak. És hát végig, ugye nem akarom tovább idézni, de nézzük meg, hogy milyen világossága volt ennek a néninek. Még csak két rövid kis idézetet idézek. Az egyik a mi atyánkról ezt írja. Jézus minta imádságként ajándékozta nekünk a mi atyánkot. De nem azért, hogy amikor megtanultuk, utána gépiesen utána mondjuk. Nem azt akarja, hogy úgy imádkozzanak, hogy meg ne értsék annak lényegét, értelmét. Az a sok világias beszéd, ami egész nap elhangzik a szájból, és ami a szívben van raktározva, ahonnan az imádság nem jöhet ki tisztán és érthetően. Az imádság csendet keres, és tiszta szívet. Ugye különleges, hogy egy 86 éves egyszerű vidéki asszony így művelődött ki. És még egy kis részletet, ezt írja. Micsoda ígéretek vonatkoznak mindazokra, akik Isten kertjébe vannak plántálva és benne is maradnak. Zöldelők és termők maradnak még öregkorban is. A korral fogy az erő, és lassanként megrokkan az ember. De a hit és a szeretet és a reménység ereje nem fogy el Isten gyermekéből az évek folyamán. A testi erő és a szellemi képesség is lassan gyengül, de a lelki erő soha ki nem apadó forrásból táplálkozik. Isten gyermeke is összeroskadnak, a szemük elhomályosodik, a fülük is nagyot hallóvá válik, de arcukon a derű, a mosoly megmutatja a szíve tisztaságát, átvilágítja egész lényegét a hála és az ima. Én persze úgy fogom föl, hogy az öreg vagy időskor kegyelmi ajándék. A sok szenvedés, megpróbáltatások, betegségek, megvetések, bűnök között vergődtem. Családomért, beteg uramért küzdöttem, éjjel-nappal dolgoztam. Nem tudtam, hogy mi a sok vagy mi a messze, csak mentem az utamon, amit Isten kijelölt számomra. És most itt vagyok a révparton elfáradva. De szállok, mint a sasmadár, futok, mint a pelikán a cél felé előre. Nem ismerem, hogy öreg, rodgyant vagyok, mert a lelkem üde és a szívemben béke van. Te is idős nőtestvérem vagy fele barátom, ne csüggedj el. Ha az idő el is szállt felettünk, ne zugolódj. Higgy és remélj, Istennek az öregek is köllenek. Nem kedves, ahogyan csodálatosan ír ez az idős asszony. És a végére hagytam a legszebbet. A legszebb az, hogy mikor ott voltunk ezen a konferencián, akkor az egyik lánya felszólalt, és azt mondta, hogy hát azt mondja, hogy még a vők is, akik benősültek a családba,
mind olyan szépen beilleszkedtek, és azt mondja, mi úgy összetartottunk mindig, hogy azt mondja, komolyan mondom, talán el sem hiszik, de őszintén mondom, köztünk nem volt még egy komoly veszekedés a nagy családban. Szóval értitek, egy embernek a kisugárzása, aki 20-25 éven át olvassa a Bibliát, akit ezt belülről így átformál, az annak még a családjára is hogy kihat, és tényleg látszott, hogy nagyon őszintén mondja, azt mondta, hogy azt mondja, majdnem így mondta, hogy szinte félve mondom ki, mert talán el se hiszik, de tényleg így van, hogy köztünk még egy, hiszem ezt a kifejezést, hogy egy becsületes veszekedése volt családon belül. Szóval megvan az összetartás, és megvan az összhang. És ezek után most egy fiatalról hadd meséljek. Az illetőt bár egyszer el lehetne hívni ide, maga is elmondhatná, ugyanis én az elmúlt nyáron ismerkedtem meg vele. Most az elmúlt nyáron. A rehabilitációs táborban voltam, ez az alkohol betegek gyógyulni vágyó, szabadulni vágyó, helyesebben szabadulni vágyó alkoholbeteg és családtagjai tábora. És ott valaki családtagként, szóval elkísérte egy családtagját, és én már hallottam őról a régebben, hogy valamilyen jótékonysági hangversenyeket szervez, és nem tudtam az égvilágon az illetőről semmit, de hát ugye ez fölkeltette az érdeklődésemet, és szombat délután, ilyen beszélgető délután volt, hát megkértem, hogy mondja el, hogy mik ezek a jótékonysági hangversenyek, és hát ezeket ő hogy szervezi. Hát nem sejtettem, hogy ebből milyen történet bontakozik ki. Ferge Bélának hívják az illetőt, azért mondom, mert lehet, hogy valaki még a nevével találkozott, ugyanis ő egy jazzdobos volt, egy nagyon neves jazzdobos, és hát én nem vagyok olyan tájékozott, de hát hallottam, hogy ezek ilyen nagy nevek, hogy Pege Aladár, szóval ő vele játszott meg, szóval ilyen nevesekkel, zeneakadémiát végzett, képzett jazzdobos az illető, és hát ő a következőt mondta el, hogy hát ugye neki elég hányatott volt úgy különben a gyerekkora, de hát ő kisgyerekkora óta tudta, hogy ő zenész lesz és dobos, és hát nagyon jó képessége is voltak, úgyhogy simán felvették a Zeneakadémiára, és hogy így mondjam, gyorsan ment a sztár pályán előre, és hát nagy sikereik voltak az együtteseikkel. De mondta, hogy egyszer a szülei elváltak, de egyszer elment látogatóba az édesanyjához, és ott meglátott mind a két szülő polgármester egyik helyen a másikon, és meglátott ott a polcon egy Bibliát, azt mondja, elvitte. És hát azt mondja, többet vissza se adtam, ott csak porosodott a polcon, de én időről időre beleolvasgattam, és azt mondja, egyszer olvastam ezt a Biblia igét, amit ugye Krisztus mondta magáról, dicsőséget emberektől nem nyerek. Azt mondja, ez a mondat engem nem hagyott nyugodni. Azért mondom erre egyetlen Biblia hike. Azt mondja, ez bennem megragad, dicsőséget emberektől nem nyerek. Azt mondja, elkezdett bennem forogni, hogy az én egész pályafutásom, az én egész működésem erről szól, hogy dicsőséget nyerni az emberektől. Hát mi teljesen arra megyünk rá, hogy emberek elismernek, tapsolnak, fergeteges sikerünk legyen. És azt mondja, ez engem valahol belül nagyon nyugtalanított. Hogy valahogy én nem jó helyen vagyok, mert én megértettem azért, hogy milyen mély igazság van ebben, hogy dicsőséget emberektől nem nyerek. És hogy én meg pont teljesen erre épül az egész pályafutásom, az egész tevékenységem. De azt mondja, hát éltem a zenészek éjszakai életét, alig láttam a családomat, hát minden úgy, ahogyan el tudja képzelni, hogy zajlik egy jazzdobosnak, egy együttes tagnak az élete, azt mondja, de ez a Biblia igen mindig motoszkált bennem. Szóval történt egyszer, hogy a Szigeten kint voltak, ugye a Sziget Fesztiválon, és azt mondja, hogy néztem azokat a részek, fiúkat, lányokat, ott valahol összejöttek egy stannál, és azt mondja, úgy bántott a dolog, és hát elkezdtem nekik beszélni, és mondtam, hogy, szóval, hogy próbáltam őket valahogy lebeszélni erről az életvitelről. Azt mondja, olyan szánalmas volt ott az a részek fiatal csapat, és azt mondja, hát utána már sietni kellett, mert éppen fellépésünk volt, és azt mondja, hát aznap este fergeteges siker volt, mindenki csodálatos voltál, jó voltál, nagyszerű voltál.
Azt mondja, de én belém vágott egy gondolat. Azt mondja, hát az előbb beszéltél ezeknek a gyerekeknek, hogy ne csinálják, de hát te ezt szolgálod ki. Hát te ehhez muzsikálsz, hát te ehhez a világhoz tartozol. Azt mondja, amíg a többiek elmentek ünnepelni a sikertél, leültem a színpad szélére, és azt mondja, olyan mély szomorúságot éreztem, amit se az előtt, se azóta. És ott dolgozott bennem, hogy én mióta tudom ezt, hogy dicsőséget emberektől nem nyerek, és most még erre is rádöbbentem, ugye tulajdonképpen mit szolgálok, és mit segítek elő. És azt mondja, így lassan, így ezek az olvasott bibliai igék ilyen változást munkáltak, és akkor elmondta, hogy egy sokat vívódott ugyan magával, mert hát ugye pénzről lemondani, karrierről lemondani, de aztán mesélte, én nem mondom olyan részletesen, ahogy ő elmondta, hogy végül is aztán az lett, hogy ő rubbantotta szét az együttest azzal, hogy ő kilépett, és ő megmondta, hogy ő nem csinálja tovább. És hát azt sem részletezem, hogy utána mi minden érdekes dolog következett, hogy milyen váltás. Mondta, hogy még korábban egy volt tanítványa, mert ugye ő közben ilyen dobleckéket is adott, az egyszer mondta, hogy ő fogyatékos gyerekek között dolgozik, és azoknak milyen fontos a zeneterápia, és mondta, hogy nem tanítaná őket. Hát azt mondja, elképedtem rajta, hogy micsoda ötlete van. És most, hogy ez a változás történt benne, elment fogyatékos gyerekeket tanítani, de mondta az is, milyen érdekes volt, hogy vonaton találkozott össze velük, és éppen olyan lehangolt volt, és hát azt mondta magában, csak most ne szóljon hozzám senki. Aztán azt mondja, de oda jött egy ilyen kis fogyatékos gyerek, mi baj ott? Kezdett ismerkedni. Aztán végül jött a még három, körülveti, és lett be egy beszéltés, és meglátta, hogy ezekben milyen nyitott szív van, és ez lett a vége, hogy ez lett az egyik munkája. Másik pedig hozzáfogott jótékonysági hangversenyeket szervezni, de minőségi zenével, szóval nem azzal a zenével. Azt mondja, hogy régen is volt neki fogékonysága a komoly zene iránt, de most már egyszerűen nem tudott mást elviselni. És hát arra gondolt, hogy még községekben, ahol még fölélesztető valahol az összetartás az emberek között, ott fölvenni a kapcsolatot önkormányzattal, vagy családsegítővel, és ahol van egy beteg gyerek például, vagy egy nagyon elszegényedett család, ott csinálni egy jótékonysági hangversenyt a javukra, és megmozgatni a községet, hogy legyen egy kis szolidaritás az emberek között. És nem tudom, már nem emlékszem, hogy mekkora számot mondott, de már nagyon sok helyen csinálták. És azt mondta, hogy az a legszebb benne nem is csupán az volt, hogy összegyűlt elég szép pénz egy család számára, hanem az volt a legszebb, hogy az emberek megmozdultak szolidaritásra egymás iránt, és osztoztak az örömben, hogy észre kell venni valakit, aki köztünk van, és ők persze úgy igyekeztek, nagyon komolyan fölkészültek a műsorra, és ezt nagyon jó szervezték, és jól csinálták, hiszen ő ugye tanult azt, hogy kell profi módon fölkészülni egy előadásra, és azt úgy jól csinálni, hogy az embereknek az ugyanakkor egy kis melegséget, egy kis igazi örömet és szeretetet nyújtson, és gondolkodást, és mai napig is csinálja és folytatja ezt. Ugye érdekes történet. Egy ige indította el, hogy dicsőséget emberektől nem gyerek. Egy biblia, amit a porosodott a polcon, és amit ő levett és elkezdett olvasni. Tehát ilyen életformáló hatása van a Szentírásnak. De még csak nagyon röviden szeretnék arról is szólni, hogy sokszor az életnek egyetlen egy kis rövid mozzanatában is megmutatkozik, hogy a Biblia az tényleg az élő Istennek a beszéde, és teremtő ereje van, és az élő Isten mögötte áll. Tehát nem mindig arról van szó, hogy egész életet kiforgat a tengelyéből, hanem sokszor egy kis mozzanatban is rengeteget tudnak a bibliai igék segíteni. Amit most elmondok, egy-két nagyon rövid esetet, azt nem azért mondom el, hogy bárkit is arra biztassak, hogy rákapjunk arra, hogy na fölütöm a Bibliámat valahol, aztán na most ez szól nekem, mert a Biblia nem varázskönyv, nem jóskönyv. A Bibliát folyamatosan, rendszeresen gondolkodva kell olvasni, de ugyanakkor tény, hogy a Jóisten olykor, többnyire úgy, mikor az ember nem szándékosan keresi, akkor egy-egy ige által is megszólíthatja az embert, és megoldhat valamit az életében. Na hát mondok egy-két ilyen esetet, hogy egyetlen bibliai ige egy adott életben hogyan segített egy-egy embernek. Hát az első, amit elmesélek, az
az pont olyan, hogy itt az illető találomra nyitotta ki, de mégse véletlenül. Van egy kedves ismerősöm, annyit árulok el róla csak, hogy egy Kossuth díjas. De nagyon szeret bibliai előadásokat hallgatni. És hát van egy tanyájuk valahol egy vidéki város közelében, és hát oda ő vissza szokott vonulni alkotó munkára, és mondta, hogy most is elhatározta, hogy kimegy a tanyára, és kapott valakitől egy üveg pálinkát. És hát úgy, ugye máskor is megtette ő, ugye, hogy egy kis ihlet még egy üveg pálinka vagy boroska segítségével, és hát most is ott családtól félre vonult ki a tanyára, hogy majd ott neki fog az alkotó munkának, vitte az üveg pálinkát. De pont mielőtt kivonult volna, előző nap hallgatott egy bibliai előadást. És azt mondja, amikor kiment a tanyára, valahogy rosszul érezte magát azzal a pálinkás üveggel, azt mondja, valahogy úgy érezte magát, hogy ez valahogy nem passzol a dolog az, amiket ő itt ugye hallgatott, biblia meg, szóval Isten meg ez az üveg pálinka. És azt mondja, hát úgy letette, ott azt mondja, volt kint a tanyám neki egy bibliája a polcon, aztán az asztalra letette a pálinkás üveget, és azt mondja, ez így ment egy darabig, hogy a gondolata is, meg olykor a keze is, hol a Biblia után nyúlt, hol a pálinkás üveg után. Ilyen konfliktus volt benne. Ez egyszer csak azt mondta magában, na, fölütöm a Bibliát, tehát nem rosszal, nem varázskönyvként, csak valahogy azt mondja, valami a megerősítést kerestem, hogy most tényleg jó gondolom, hogy nem fér össze ez a két dolog. És azt mondja, itt nyitottam ki, és nektek is elolvasom. Ez volt a példabeszédek könyve 20. fejezet első verse, hogy kinyitotta, erre esett a szeme, így hangzik, a bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs. Azt mondja, hogy annyira teli találat volt neki, mert azt mondja, valami szigorúbban mondott, talán föllázottam volna. De én bölcs embernek tartottam magamat. És azt mondja, ez olyan szeliden szólt ez az ige, hogy aki beletéved, abban nem bölcs. És azt mondja, ezt meg már pontosan tudtam, hogy lehet beletévedni, hogy azt mondom, csak ennyi, aztán annyi lesz, aztán meg amannyi lesz. És azt mondja, ez az egyszerű kis szelid szó, hogy aki beletéved, abban nem bölcs. Azt mondja, megvallom. Hátramentem a tanyom ház mögé, szépen kicsurgattam az egész pálinkás üveget a földre. És azt mondja, sokkal jobban ment az alkotó munka anélkül, mint azzal ezután, az élmény után. Tehát néha az életnek egy ilyen pici kis mozzanatán, pici kis helyzetében is a Jóisten fel tudja használni, meg tudja eleveníteni az élő Isten beszédévé, vagy közvetlen tanácsává az írás igéit. Aztán mondok egy másik esetet. Ezt pedig egy asszonytól hallottam, akinek vállóperi tárgyalása volt, és hát a férje egy nagyon olyan ügyes ember volt, jó megjelenésű, jó beszédű, aki mesterien tudta kozmetikázni a dolgokat. Ő ott volt gyerekekkel, semmi pénze nem volt, ügyvédet se tudott fogadni, és lélekben arra készült, hogy szóval a férje őt teljesen le fogja taposni a tárgyaláson, és mindenki neki fog igazat adni, és neki fog hinni. És borzasztó elcsüggetten és kiszolgáltatottan érezte magát. És ő egy istentiszteletekre járó keresztény asszony volt, és volt egy ilyen szokás ott a közösségben, hogy úgy hívják, hogy reggeli dicséret, tehát, hogy minden reggelre egy bibliai ige. És hát ő csütörtökön volt a tárgyalási napja, és elővette ezt a úgynevezett reggeli dicséret jegyzéket, hogy elolvassa a reggeli biblia szöveget, és amikor elolvasta, hát én ezt már olvastam, mert rájött, hogy előző nap szerdán véletlenül a csütörtökit olvasta, tehát előre olvasta egy nappal. Hát azt mondjam, akkor most elolvasom a tegnapit, mert akkor azt kimaradt. És majd ítéljük meg, hogy a Jóistennek nem terjed-e ki a figyelme még ilyen kis apró dolgokra is, hogy véletlenül elcseréli a két igét. Ugyanis az előző napi, a szerdai, amit tévedésből csütörtökön olvasott, az a következőképpen hangzott. Ézsaiás könyvéből idézem. Ézsaiás könyve 41. fejezetéből, így olvasom, a 10. és a 11. verset. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
imé megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Elég odaillő ügye volt, ugye? És azt mondja, ez betű szerint beteljesedett. Neki ugyan nem volt ügyvédje, de a bíró lett az ügyvédje. Tehát aki tudja, hogy sajnos vannak gyarló bírói hozzáállások, azt tudja, hogy ez egy késcsoda. Azt mondta, hogy olyan bíró volt, aki teljesen átlátott minden szitán, és azt mondja, a bíró lett az ő védő ügyvédje. És minden betű szerint így történt, hogy igazságom jobbjával támogatlak, és megszégyenülnek, és semmivé lesznek, akik veled perlekednek. Hát sokszor így segíthet meg az Isten egy adott élethelyzetben. Talán még egyet említek, még talán egy néhány percünk van, hogy ezt is úgy hallottam valakitől, aki elmondta, hogy ugye nem tudom, valaki hallotta arról, hogy Betánia mozgalom. Ez a második világháború után a református egyházon belül volt egy nagyon komoly, hát nem belül, mert az, a hivatalos egyház nem támogatta, de szóval így református körökön belül volt egy nagyon-nagyon komoly ébredési mozgalom. És azért tudom, hogy az volt, mert akik még ma élnek azok közül, mindegyiknél azt látom, hogy a mai napig hatása van az életére. És a mai napig úgy említik, mint akkor, amikor ilyen kézzelfoghatóan lehetett érezni az Isten jelenlétét és munkáját. Na hát ez a valaki elmondta nekem, ő Debrecenben élt, ez már a háború éppen közeledett Debrecenhez, a front, és azt mondja, hát ott ez a betánista ébredési mozgalom ugye ereje teljében volt, és hát azt mondja, állandóan konferenciák voltak, és nagy összejövetelek, és rengeteg fiatal járt ezekre az összejövetelekre. Azt mondja, az ő családja nem volt vallásos. Apja végképp nem, anyja meg azt mondja, ilyen formai vallásos, igazából csak névleges. Eljárt néha a templomba, de szóval semmi komolyabb. És azt mondja, ő nem mondja azt, hogy ő ott valamit is értett. Azt mondja, őt vonzotta, mert volt egy nagyon jó légkör, és sok fiatal ment, és barátai mentek, és ő is ment. De azt mondja, ő igazán úgy nem hatolt el neki a tudatáig, amiket ott hallott, csak egy mondatot megjegyzett, hogy a Bibliát minden nap olvasni kell. És azt mondja, ettől kezdve jött a Bibliát minden nap olvasta. Pedig nem nyílt meg neki igazán, de azért ez úgy benne maradt, hogy a Bibliát minden nap olvasni kell, és azért ezt szorgalmasan olvasta. Aztán mondta, hogy mikor a front már egész közel volt, megbeszélte a szüleivel, hogy ő elbiciklizik egy rokonhoz, valahova Eger mellé, mert ő annyira nem bírta a konfliktustól, ő a front elől inkább elmenekül, ő nem maradott. Igen ám, de aztán a front oda is közeledett a rokonokhoz, és ő ment mindig nyugatabbra. Végül aztán Komáromba valahol, ott összetalálkozott az apjának egy volt munkatársával, és ők éppen egy hadikórházat szállítottak nyugatra, és akkor mondta, hogy hát ott valamelyes védelmet élvez meg, hát kap enni, meg segít egy kicsit, csatlakozzon hozzájuk, úgyhogy ő ezzel a hadikórházzal ment át a határon nyugat felé Ausztriába. De hát ugye közben már jöttek a szövetségesek, és szépen bekerítették az egész hadikórházat, és hadifoglyokká nyilvánították őket. És azt mondja, jött a híre, hogy másnap az egész fogolytábort viszik Franciaországba. Nem tudom, valaki olvasott-e a második világháború végén a magyar hadifoglyok Franciaországban. Iszonyú nélkülözéseket, szenvedéseket éltek át. Szóval egy ilyen nyugati országban is volt borzalom a világháború végén. Rengetegen pusztultak el közülük. És mondja, hogy hát ugye ezt az egész tábor tudta, hogy másnap őket terelik egy franciaországi fogolytáborba. És azt mondja, este még nem félt meg semmi, nem tudta, hogy mi ez, vagy hogy lesz, vagy merre tovább, ugye napról napra lehetett élni. És mondja, hogy este még elalvás előtt eszébe jutott, hogy aznap nem olvasott Bibliát. Volt egy ilyen kis elemlámpácskája, és hát valamilyen szalmavackon, vagy min aludtak ott. És azt mondja, de elővette a lámpáját, hogy azért annyira beleve isődött, hogy a Bibliát minden nap olvasni kell, hogy aznap is elolvasson valamit. És azt mondja, ezt az igét olvasta itt a példabeszédek könyvében, így hangzott, ne félj a hirtelen való félelemtől és a gonoszok pusztításától, ha eljön, mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Azt mondja, hát az egészet ő meg se jegyezte, csak mivel ez olyan közvetlen érintette őt, hogy ők most foglyok és holnap újabb fogolytáborba viszik, ez megragad benne, hogy megőrzi a te lábadat a fogságtól.
Aztán másnap a következő történt. Jött egy amerikai tiszt, aztán az se volt gyakori, egy amerikai tiszt tud németül, ő jól tudott németül, és oda ment, mintha csak őt kereste volna, pedig a tábornak egy zugába volt, és megkérdezte tőle, hogy hány éves vagy. Mondta, hogy 15. Mondta, hát nagyon fiatalnak is látszol. És azt mondta neki, hogy most gyere utánam, én elviszlek egy házba, egész nap nem adsz életjelt magadtól, ott maradsz abba a házba, és holnap elviszlek téged egy közeli városba, és ott aztán vigyázz magadra, még egyszer bajba ne kerülj, de neked nem szabad elmenni ezzel a csapattal a franciaországi fogolytáborba. És elvitte őt tényleg ebbe a házba, ott hagyta egész nap, és aztán este ment, mondta, vitt neki valami ennivalót, mondta, reggel viszlek be a városba. Reggel bevitte a kocsiján egy közeli német városba, azt mondta, most aztán vigyázz magadra, egyre törekedj, hogy hazakerülj. És azt mondja, ő csak olyan volt, mint az álmodó, hogy mit is olvasott előző nap, és megőrzi az Úr a te lábadat a fogságtól. De utólag arra gondolt, talán az Isten angyala volt ember alakban, nem tudja hogyan, mint aki kiemelte őt abból a táborból, és egyszerűen szabaddá tette őt, és valóban hazakerült. És azt mondja, ez volt az, amikor neki megnyílt az Isten igéje, amikor személyesítve jutott, amikor attól kezdve akár olvasta a Bibliát, már értette is. Szóval annyira tudta, hogy az Isten volt az, aki beleavatkozott az életébe. Hát én remélem, ez a kis néhány példa bátorítást adott mindenkinek arra, hogy a Bibliában valóban életformáló igék vannak. Mivel az időnk egy kicsit elhalt, gondolkoztam rajta, de talán még mindenki megszavazó, hogy néhány percet a saját életemből is hadd mondjak, jó? Hogy az én számomra is életformáló lett a bibliai ige, és ezt is csak nagyon röviden fogom elmondani. Én ugyan vallásos környezetben nőttem föl, de nem, sajnos én nem jutottam személyesítve, tényleg azt tudom mondani. Nem emlékszem rá, hogy én egyszer is olyan személyes hittel imádkoztam volna gyerekkoromban, vagy ilyesmi. Nagyon visszahúzódó is voltam, és én nem vettem részt ilyen dolgokban, ilyen keresztény közösségben, mit tudom, gyerekek programjai, ilyesmi. Aztán azon kívül borzasztó racionális fajta voltam, szóval szerettem jó meggondolni a dolgokat, nagyon szerettem tanulni. És amikor gimnáziumba kerültem, nagyon-nagyon jó gimnáziumba jártam. Mondhatom, szinte egyetemi szintű volt nálunk minden gimnázium, óra is kiváló tanáraink voltak, és engem a tudomány vonzott. És nekem úgy tűnt, hogy hát szóval az istentisztelet, ami a vallásos közösség, az szép-szép, kedves, hogy ők szeretik egymást, összetartanak. Mindig azt mondtam, csak nekem az a bajom, hogy nem tudom valóságnak lenni. Nekem ez nem valóság. És hát ott tartottam, hogy befejezem az istentiszteletek látogatását. Tudtam, hogy édesanyámnak nem fog jól esni, de mégiscsak megmondom neki, hogy ne haragudjon, én többet istentiszteletre nem megyek. Mert én úgyis most már itt a továbbtanulás, másfelé akarok menni, és hát ennek nincs értelme, hogy csak így tradícióból járni. És akkor egy kis egyszerű gondolat megállított, és ez a kis egyszerű gondolat ez volt, hogy hát azért én most egy nagy nemmel be akarom csukni ezt az ajtót, de hát tudom, hogy mire akarok nemet mondani. Hát szóval azért értelmes ember, azért mikor kimondja a nemet, előbb meggyőződik, hogy mire is mond nemet. És úgy az volt erősen bennem, hogy hát nincs jogom, önmagammal szemben nincs jogom ezt a nagy nemet kimondani, hogyha igazából még nem is tud világos előttön, mire fogok nemet mondani. És akkor kértem édesanyámat, hogy nekem valakit keressen, aki minden kötelezettség nélkül hajlandó beszélgetni, és a kérdéseimre válaszol. És ő szólt egy idős nyugdíjas lelkésznek, aki képzőművészeti főiskolai tanár volt eredetileg, és ennek az volt a jelentőség, hogy a művész szemmel látta a Bibliát, szóval nem dogmatikusan, hogy na ez így van, ezt így kell inni, hanem tényleg a Bibliában a szépségeket, tényleg fantasztikus bibliai szakaszokat mutatott meg nekem. És hát azért volt jó, hogy nyugdíjas volt, mert én ugye iskolába jártam, vasárnap délután értem rá, és mindig vasárnap délután kivillamosoztam hozzá Óbudára, és néha órákat beszélgettünk. És elég hamar egyszer a 139. Zsoltárt olvasta nekem,
És hát én úgy elámultam, soha nem hallottam ezt a Zsoltárt. Ugye úgy kezdődik, Dávid így kezdi, hogy Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te tudod ülésemet és felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. És én azért döbbentem meg, mert ami kis Isten kép úgy kezdett bennem derengeni, azt körülbelül az volt, hogy Isten van valahol nagyon messze, kicsit, ha egyáltalán van, még a kéte is ott volt, de kicsit titokzatos, kicsit félelmetes, és mindesten nagyon messze van tőlünk. És akkor ennél az igénél elkezdtem gondolkozni azon, mi az, hogy járásomra, fekvésemre ügyelsz, tudod ülésemet, felkelésemet. Hát hányszor ül, meg fekszik le az ember, meg jár, hát, és hogy messziről érted minden gondolatomat, nyelvemen sincs a szó, egészen érted. Szóval úgy kicsit úgy megborzongtam, hogy valaki akkor jobban ismer engem, mint én saját magamat meg. Szóval az Isten tulajdonképpen nem messze van, hanem itt van a közelünkben, csak annyira nem erőszakos, parányit sem erőszakos, hogyha nem nyitunk ajtót, akkor nem avatkozik az életünkbe, de minden tud rólunk, minden mozzanatot követ és ismer. És ez annyira meglepett. És mikor hazamentem, akkor szokott a bácsi odaadni egy ilyen kis írógéppel írt vázlatot, ami rajta voltak a legfontosabb bibliai igék, amikkel aznap foglalkoztunk, és én rögtön letelepettem egy sezonra, vettem elő ezt a kis lapot, hogy, és főleg ezt az igét akartam kikeresni. És aztán, ahogy így lapozok a Bibliában, hogy keressem az első igét, egy lapozás közben átszaladt, egy másodperc alatt átsuhant az agyamon ez a gondolat, hogy hát, ha tényleg ilyen Isten létezik, de szeretném, ha nekem is mondana valamit. De hát ugye ott volt még az a ha tényleg ilyen Isten létezik, akkor de hát, ha tényleg ilyen közel van így ismert, de szeretném, ha nekem is mondana valamit. Abban a pillanatban, ahogy ez az agyamon végigfutott így, ugye merengve lapozó közben, ráesik a szemem erre a két bibliai igére. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhass az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólott néked, és minden parancsolatát megtartod. Gondolom, mindenki sejti, hogy azért egy megdöbbenés átfutott rajtam, hogy éppen most gondoltam, erre ilyet olvasok, te azt kívántad ma kimondatni az Úrral, ő meg azt kívánja ma kimondatni veled. Nem ez a dolog egymagában, de ennek is nagyon nagy súlya volt, hogy tényleg megváltoztatta az életemet, és visszahúzódó emberből egyszerre egészen más típusú emberré váltam, és láttam azt, hogy ez a nagy kincs itt hever a Bibliában. Azt is fogalmaztam meg magamban, hogy a Bibliában vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van, csak kár, hogy kevesen látják. A másik mondat meg ez volt, hogy a Biblia magasabb rendű, mindennél magasabb rendű. Ezen azt értettem, hogy a tudománynál is, amit addig oly nagyra tartottam. És most is nagyra tartok, csak ez még magasabb rendű. Úgyhogy ezt is csak azért mondtam el, hogy nem csak mások tapasztalataiból tudom, de saját magam is azt tudom mondani, hogy én is tapasztaltam, hogy a Bibliának, a bibliai igéknek életformáló, teremtő erejük van. Nagyon meg tudják változtatni az ember gondolkozásmódját, cselekedeteit és jellemét is. Hát köszönöm szépen a figyelmet!